Letette a hivatali estőt Bozsonik Róbert polgármester, valamint a képviselőtestület tagjai is Bátaszéken. A testület a következő 5 esztendőben 3 szakbizottsággal végzi a munkáját. Bozsonik Róbert azt mondta, nincs szükség a politikai csatározásokra, olyan együttműködés kialakítására törekszik, mely a város érdekeit szolgálja. Ígéretesnek tartom azokat az egyeztetéseket, amelyeket alakulülésig lefolytattunk képviselőtársainknak, hiszen mindenki arról tett tanúbizonyságot, hogy együtt akar működni, együtt kíván működni, és minden elével azon lesz, hogy ez a település az elkövetkezendő 5 esztendőben is töretlenül tudjon fejlődni. A képviselőtestület egyöntetű akarata szerint 2 alpolgármester, Somosi Szabolcs és Kemény Lajos segíti majd a munkát. Előbbi a gazdasági, utóbbi a humán terület felügyeletével foglalkozik majd társadalmi megbízatásban.